Sziasztok, kedves barátaim! Egy pár alkalommal fogunk beszélni jógáról. Nem sokára lesz nemzetközi jóganapja, és ma fogunk röviden megbeszélni, mi a jógának a legfontosabb alapjai, és miért fontos, hogy legyen ez az alap. Mi lesz, hogyha van alap, és hogyha mi lesz, hogyha nincsen alapozva erre az alapra a jóga. Egy kis intro után folytatjuk. Itt is vagyunk. Oké. Hát kezdjünk azzal, hogy ember éli az életet, és ebbe a világban, ami egyre jobban és jobban gyorsul, az ember szét van szórva. Ugye az elme le van gyengülve, úgy megy a világ, rohan mindig valahova, valamit kell csinálni, körülöttön minden szalad, rezeg, vibrál, pörög, és ember próbál valahogy azért találni magát, hogy egy kicsit megnyugodjon, és boldogabb legyen, és legyen, kikapcsolódjon, de sajnos ez a világ, ami van, az egyfolytában valami meglepetés hoz előttünk, és ember túl van terhelve információval, túl van terhelve a pörgéssel, ami körülötte van, ami egyre többet kell neki csinálni, legtöbb elvárások vannak, végül ember szépen lassan túl információ, de egyik információ se hasznos, de ettől túlterheléstől ember egy kicsit elveszíti magát, és stresszbe kerül. Ez az eredmény. Próbál keresni megoldásokat, de stressz, depresszió, bánat, mindig ezeken történnek az emberrel, és valamikor ember már nyitott lesz, és kezd kutatni, hogy akkor mi az élet megoldásai. Természetesen előbb-utóbb az ember megérti, hogy itt jóga. Általában egészség problémák is lesznek, mert a stressznek egyik eredménye, vagy szimptoma, vagy a következménye, hogy az embernek az egészsége meg fog zavarodni, vagy beteg lesz, és akkor elmegy ember keresni mindenféle jógát. Elkezd végezni gyakorlatot. De általában most, amikor valaki jógához fordul, hát először nem is tudja ember, hogy pontosan mire való nekem ez a jóga, mit tudjuk ezzel csinálni, mit érjek el. Ez az egyik. Másik, hogy amikor el is megy valahova jógára tanulni gyakorlatokat, akkor csak gyakorlatokat tanul. Néha idebe bele kapkodnak ide-oda, és akkor az az érték, ami igazából képes adni a jóga, az nem mindig ember meg tudja kapni, meg tudja szerezni. És ezért van eredeti írás, most egy kicsit erről fogunk beszélni, a Yoga Sutráról. És a Yoga Sutra kezd mondani, hogy igen, a probléma általában az, hogy az embernek a jogája, vagy a tudatja, vagy a problémáinak az oka, ez az embernek a tudatja, az elme. És elme okozza szenvedéseket, mert ott vannak a rossz tulajdonságok, ott vannak a problémák, ott vannak a fájdalmok, általában ott van minden. És jogas citta vritti nirodha, ugye a Yoga Sutra pont erről mond, hogy a jogának a feladata, hogy citta vritti nirodha, megszüntetni az embernek a mindenféle aggodalmakat, rossz hullámokat, vibrációkat. És arra utal az egész, hogy magától ember nem tudja ezt megcsinálni. Miért? Mert az elme nagyon ravasz,
és mindig valamit produkál, mindig próbál becsapni az embert. És mikor nincsen egy mester, egy tanító, aki tud segíteni valahogy észrevenni és megismerni a saját elméjét, és megadja a gyakorlatokat, addig ember nem tudja megoldani. Mert elme nagyon erős, és annyira el tud varázsolni az embert, saját elméje, hogy ember nem veszi észre. Erre van, minden embernek tudatjában van, vagy karmában, vagy inkább természetében ki tendenciája. Az egyik tendencia az, hogy ember zárkozott lesz, vagy saját magát helyező központba, összpontosítja magán a tudatot, az azt jelenti, hogy önző lesz, és ettől lesz önző, és agresszív, és mohó, érzéktelen másokra, és ez egy probléma, amikor nagyon beszűkül a tudat saját magán. Van egy másik tendencia, az pont kifele. Az a boldogságnak a tendencia, amikor ember nem egoista életet él, hanem próbál másokért élni. És végső cél a jógának pont ez, hogy ki megnyitni a lelket. Hogy az ember nem saját magáért éljen, hanem éljen a másokért. Ez hogyan fog történni? Úgy, hogy van először, ahogy kezdődik a jóga, általában sokszor ászánával, vagy pránájámával, vagy mantrákkal valaki kezdi a jógát. De a joga szutra azt mondja, az nem fog adni igazi jógi eredményeket. Valamit ad, igen, általában amikor valaki is olvas a könyvet, akkor jógáról, akkor rögtön lapozza, ahol vannak valami észrevehető mozgások, vagy az aszanák, vagy pranayama, és így tovább, vagy mantrázás. De mindenki általában átlapozza az alapot. Ezért lehet, hogy valami eléri, de ezek külsős dolgok lesznek. De igazi belső eredmény az nem lesz, mert nincsen alapja. És az alapja a jógának, ezt úgy neveznek, hogy yama és niyama. Hogyha mi megint a joga szutrahoz fordulunk, ahol mondja, hogy minden jogának az alapja yama és a niyama. Ez pont azt csinálja, hogy a yama, ez úgy mondjuk, hogy olyan utasítások, ami segíti embernek megállítani ezt a spirál, ahol egyre jobban szűkül a tudatra, tudatja, és rögzül a saját emberen. Ez az egoizmust megállítson. Ez a yama. A niyama pedig olyan féle gyakorlatokat ad az embernek, hogy ember nyíljon kifele. És ez az alap. Ez az alap, ezek a yama és a niyama megformálják az embernek a világ, univerzum, világ szemléletét, és amikor ez egészségesen válik, a világ szemlélete, vagy paradigmája, a világról, világképe, a tudat be fog állni egy egészséges sémába, és akkor erre az alapra lehet építeni további jogát, és akkor az ember teljesíteni fog jogának a célját. Másképp sok minden eléri, de igazi célját nem éri el. Na most, mik ezek a yama, niyama, ezek az alapok, ami még a bhakti jogában is van yama, niyama. Ugye én bhakti jogát gyakorolok, hát az nélkül nem lehet bhakti jogát gyakorolni, ez mindenhol ott van. Másképp a tudat az nem lesz alkalmas tovább fejlődésére, igazi fejlődésre. Akkor nézzük meg, itt van nektek yama, a
Van öt jáma és van öt nijáma. Ezek, ahogy már mondtam, a jáma pont próbál segíteni embernek megállítani az egoizmust, azt a tudatlanságot. Mert egoizmus, önzőség, mohóság, agresszivitás, érzéktelenség mások iránt, ez tudatlanság. De tudatlanságban nem lehet fejlődni. És azért, hogy látjátok, itt van, most nem fogunk belemenni részletekbe, mert ebből lehet mindenből sokat beszélni, de lényeg, hogy van ahimsa, hogy erőszakmentes, szóval kell, hogy figyelni másokra, odafigyelni, hogy nem ártani senkinek, nem bántani senkinek, nem okozni fájdalmat senkinek, hanem figyelmes lenni, gondoskodni mindenkiért. Ez egy alap tulajdonság. Akkor azt télja, nem lenni mohó másoknak a vagyonára, próbálni elfogadni az, ami az én részem ebben a világban, mert mindenkinek megvan, ki van jelölve az ő része, és azt el lehet fogadni. Ez is érzékelni másokat, nem ez az önzőség ellopni másoktól, elvétni másoktól, elsajátítani másoktól, ez is pont ez a öncentrikus probléma, ami miatt jön minden más probléma, betegségekkel, rossz karmával együtt. Akkor ez volt a második, ugye akkor van szátja, hogy lenni őszinte mindenkivel. Tisztán beszélni, őszintén, nem próbálni becsapni senkit, kihasználni másokat, és így tovább. Akkor megyünk tovább. Akkor a parigraha, az azt jelenti, megint mohóság, hogy túl sokat minden nekem, én mindent akarok, nekem, ugye, ez se jobb. Brahmacharya, önfegyelmezés, fegyelmezni a elmét, kontrollálni elmét, érzékeket, nemi kapcsolatokat. Igen, ez minden segít embernek megállítani ezt az öntösséget. Ez volt a jáma, akkor öt jáma, öt parancsolat, és van öt nijáma, öt parancsolat, vagy öt instrukció ahhoz, hogy valaki képes legyen gyakorolni jogát, és elérjen a jogának a célját, akkor itt most látjátok öt nijámat, saocsa, hogy tisztaságot megőrizni. Tisztaság az a külső és a belső. A külső általában az a test tisztaság, a belső a gondolat tisztasága. Tiszta beszéd. Tisztázni mindenkivel mindent. Szóval ez a minden tisztaság. Következő, amit szantos, elégedett. Próbálni lenni elégedett. Mi általában úgy arra tanultunk ebben a világban, hogy elégedett akkor lesz, amikor valamit kapok, hogy engem tegyen valami, vagy valaki elégedeti. De a védikus írások azt mondják, nem. Nem szabad, hogy a mi elégedettségünk függünk valamin. Hogyha kapok, elégedett leszek, hogyha adnak, mondanak, szólnak, és itt tovább, akkor elégedett, hogyha nem, akkor elégedetlen. A védek azt mondják, nem, te tanuld meg. Szóval érdekes, nekem is ez egy nagyon így, hát ilyen új volt, újdonság volt, hogy elégedett lenni, azt meg kell tanulni. Igen, akkor megyünk tovább a következőhez. Tapasz. Tapasz az azt jelenti, hogy lemondás, vezeklés csinálni például. Hát valamikor lemondani valami saját önzős dolgokról másokért. Ez is egy ilyen tapasz. Vagy lelki vezeklést csinálni. Lelki dolgokért lemondani valamiért. Például van az ekádasi, sokan már ismertek az ekádasit. Ez a új hold és a teli hold 11. napra bőt nap, akkor lehet. Ez is egy tapa. Tanulmányozni szentírásokat, védikus írásokat, az is tapa.
az is lemondásnak számít, vagy most lesz július 13-án Krishna völgybe, a Yamuna folyón egy esti szertartás, ami nyitott, és pont majd fogtok látni hirdetés róla, eljönni oda és részt venni ebbe a szertartásba, ami nagyon szép és színes lesz, de ugyanakkor ez is vezeklésnek számít. Az este éjszakában nyúló program, este kezdődik és éjszaka folytatódik. Ez is tapa. Szóval a tapa lemondásokat, lemondani valamilyen önző dolgokról, általában legjobb, hogyha a lelki fejlődése miért. Akkor ez jóga. Akkor ez jógának a része, amikor így lemondom. Akkor ez volt a tapam. Svadhyaya. Svadhyaya azt jelenti, hogy tanulmányozni a saját magamat, saját tudatomat, saját elmémet, hogyan működik, mikor jön negatív gondolat, mikor jön a düh, mikor valami más negatív reakció jön, aztán, hogy hogyan én reagálok, mint egy lélek, vagy mint egy test. Svadhyaya. Igazából neki feladata megérteni, hogy én nem vagyok ez a test. Lélek vagyok. Svadhyayának ez a kutatni a saját lelki természete iránt. A úton lenni önmagunk felé, önmegvalósítás felé. Ez volt a Svadhyaya, akkor megyünk tovább a következőhöz. Isvara Pranidhana. Érdekes, hogy Isvara Pranidhana az azt jelenti, hogy Istent szolgálni, Istent imádni. Meg hogyha nincsen ezek a 10 alap, akkor például az 10. Isten imádat, mert a jógának a célja a jóga. A kapcsolat. Kettő dolog jelenti, hogy megszakítani a kapcsolatot a saját karmával, saját ezzel a anyagi testtel, és létesíteni kapcsolatot Istennel. De hogyha nekem nincsen szolgálat, nem szolgálok Istent, akkor nem fogok elérni ezt a jóga célját, kapcsolatot vele. Szóval így látjunk, hogy ha valaki gondolja, hát akkor átlapozunk ezeket a dolgokat, akkor, és akkor csináljunk a jógát, lehet csinálni, de nem lesz igazi. Igazi lesz akkor, amikor én ezzel kezdek. Ennélkül ugyanúgy, hogyha én felépítem egy házat csak egy homokra, és nem nincsen benne alatta az alap, akkor azt felépítem, de ez olyan is lesz ez a ház. De amikor egy jó alapra építem, akkor stabil lesz a ház. És igazi ház lesz, mert a homokon nem lesz igazi ház. Szóval ugyanaz az eredmény nem lesz. És ekkor tényleg én meg tudok nyugodni, akkor fogok békét tapasztalni, boldogságot, szeretetet. Igen, ez a fő dolog a jógában. Hát ennyit gondoltam röviden mesélni, most már majdnem 20 percet mesélek, nem baj. Lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, írjátok nyugodtan kérdéseket jogával kapcsolatban, meg még lesz egy-két alkalom, ami fogunk jogáról beszélni, mert nem sokára június 21 jóga, nemzetközi joga napja lesz. Akkor találkozunk még sokszor a videóban, és még egyszer a végén szeretnék meghívni benneteket. Július 13-án Krishna völgybe, az esti Yamuna partira. Oké, köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Legyitek elégedetek, és legyitek boldogok, és akkor majd folytatjunk. Hare Krishna!